A természettudományos szakokat népszerűsíti a Nyíregyházi MTMI élményközpont. A három konzorciumi partner által megvalósított projekt 20 iskolával van kapcsolatban, a diákokat négy tanteremben fogadják a foglalkozások keretében. Köszöntöm a stúdióban dr. János István főiskolai docentst, a projekt szakmai vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És talán mindjárt korrigálhatunk is, hiszen nem csak négy tanteremről beszélhetünk. Igen, ez az Élményközpontos projekt 2017. novemberében vette kezdetét, és az első időszak az lényegében az Élményközpont épületének kialakítására volt szánva. Tehát itt történt egy épületfelújítás, egy belső tulajdonképpen arculat létrehozás, és ennek keretében hoztunk létre szaktantermeket, amelyek a különböző természettudományos tárgyak otthonába szolgálhatnak. Így létrejött egy matematika terem, egy műszaki és fizika terem, egy biológia és egy kémia labor, illetve egy műhely, amely helyet ad a klasszikus fizika, de inkább köthet, a technikához köthető hagyományos foglalkozások helyszínél úgy szolgálhat ez a, ez a műhely. És, és az épületben található még egy közösségi tér, ahová a speciális műszereket, eszközöket nem igénylő, közösségi foglalkozásokat lehet tervezni, illetve egyéb konferenciák helyszínül is szolgálhat egyébként. E, mielőtt belemennénk a sűrűjébe, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az, ami életre hívta ezt a projektet. Miért érezték szükségét annak, hogy a természettudományos tantárgyakat kicsit másképp közelítsék meg? Az utóbbi években az a tendencia volt megfigyeltő a és ez ugye a Nyíregyházi Egyetemet is érinti, de nem csak minket, hanem más nagyobb egyetemeket is az országunkban, hogy a természettudományos műszaki és informatikai szakokat nagyon kevesen választják most már a továbbtanulás céljából, és nyilván az ilyen szaktudást igénylő szakmák is ilyen szempontból háttérbe szorultak úgyhogy kormányzati szándék is, hogy növeljék azon hallgatók számát a felsőoktatásban, akik ilyen típusú szakokon szeretnének tovább tanulni. Tehát legfőképp természetesen ez volt a, a projektnek a, a projektnek az elsődleges indoka, ami miatt ugye kiírták lényegében a pályázatot. És hát nem csak a műszaki szakemberek, hanem a természettudományos természettudományi szakos tanárok száma is azért Így van. Így van, ez köszönhető egyrészt a tanári pálya talán alacsonyabb megbecsültségének is, ráadásul ugye közoktatásban különösen a természettudományos tárgyak óraszámát csökkentették le drasztikusan, ez ugye a biológiát, fizikát, kémiát ez nagyon érintette, hát ezeken a szakokon nagyon látszott, hogy hogy tehát azt a kis motivációt is elvesztik a diákok, amit mondjuk középiskolában összeszednének, de az ilyen alacsony számban ezt nem tudják fenntartani a egyébként alul motivált pedagógusok sem. Ez gyűrözött be a demográfiai válsággal, egyetemben és nyilván ez jelentkezik utána a felsőoktatásban is. És hát egy eléggé elméletorientált oktatással gondolom, hogy ezen próbál egy kicsit változtatni ez az élmény. Központ. Így van, hiszen nagyon sok iskolák, iskolában nem adottak a természettudományos képzésnek a, a technikai, technológiai lehetőségei, tehát nem tudnak kísérletezni a gyerekek, nem élményszerű az oktatás, és nem feltétlenül a pedagógusok hibájából, egyszerűen a az adottságok, az adottságok miatt. Ugye mi egy keleti régiója vagyunk az országnak, itt különösen nagyon fontos, hogy létre tudott jönni ez az élményközpont, hiszen 10 nyíregyház és 10 környékbeli iskola hozza ide a diákjait heti rendszerességgel, és azt gondolom, hogy a tapasztalatok nagyon pozitívak már most. A Uh -huh. Ebben az élményközpontban mindenki a saját tanárával dolgozik, vagy vannak nem, e itt. Nem, nem zömében az egyetemi oktatók tartják a foglalkozásokat, de természetesen felkértünk a tehetséges oktatókat, akik a közoktatásban dolgoznak különböző általános, illetve középiskolában. Tehát nem a saját oktatójuk tartja nekik a foglalkozásokat, és nem is tantermi módszerekkel dolgozunk, hanem, hanem kis kislétszámú csoportokat próbáltunk beosztani. Hát úgy kell elképzelni ezt a beosztást, hogy 24 fővel érkezik egy iskola, 24 főt 4-6 fős csoportra osztjuk szét, és párhuzamosan tartunk nekik matematika, fizika, biológia, illetve kémia foglalkozásokat. A műszaki terület az egy kicsit különálló, speciális robotikai, elektronikai, műszaki foglalkozások mennek, más iskoláknak és más létszámokkal, de ott, ott is maximum 8-10 fővel tervezünk, és hát nyilván így lehet élményszerűséget belevinni a, az oktatásba. A, Mik az eddigi tapasztalataik. Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak. Ugye szervezünk nyári táborokat is. Ugye a múlt fél évben, ugye nyári táborral zárult a program, ugye tulajdonképpen július, még augusztusra is átnyúlt. És a nyári táborokban lényegében nagyon hamar beteltek a létszámok, és még plusz iskolák is szeretnének jönni, csak ugye a projekt 20 iskolával kötött együttműködési megállapodást most jelenleg plusz iskolákat nem tudunk fogadni, legalábbis ilyen intenzitással nem, mert erre nem ad most lehetőséget a, a projekt, de nyilván nyilvánvalóan terveink vannak arra nézve, hogyha ha a támogatási időszak lejár, akkor lehetőleg próbáljuk fenntartani ezt a, ezt a rendszert, és tovább működtetni ez eddigi Milyen, milyen alapján. visszacsatolások vannak? Gondolom, hogy tartják a kapcsolatot ezekkel a, az iskolákkal, Így van, minden iskolában van egy koordinátorunk, aki lényegében begyűjti a gyerekeket és biztosítja azt, hogy na akkor minden foglalkozásra meg legyen a létszám, illetve van a kísérő tanárok szintén ugyanabban az iskolából, akik kísérik a csoportot, hiszen busszal érkeznek a diákok, a buszos utaztatás is a projekt keretén belül valósul meg, tehát közvetlenül látják, tapasztalják azt, hogy milyen munka folyik az élményközpontban, és nagyon pozitívak. Különösen népszerűek voltak például a fizika foglalkozások, fizika táborok, úgyhogy azt is lehet élményszerűen csinálni, pedig hát tudjuk jó, hogy nem, nagy, nem túl népszerű a fizika középiskolában, matematikáról meg nem is beszélve, de, De... Talán éppen azért nem népszerű, mert nem is tudnak párhuzamot vonni a való élet, a, a mindennapjaink, a mindennapi használati tárgyaink működése és a fizikaóra között. Van. Hát pont erre törekszik a projekt egyébként. Hogy... Milyen korú gyerekekről van itt szó? Két korosztályt céloztunk meg, mondjuk ez gyakorlatilag a természettudományos közok, közoktatási időszakot teljes egészében átfedi, tehát ötödik osztálytól akkor... 5. osztálytól ugye 8. osztályig, illetve középiskolásról 9-től 12-ig, tehát ez, ez a két kategória, és természetesen így dolgoztuk ki a programterveket is, hogy ez a két korosztály mindenképpen újabb, modern szakszerű információkat tudjon kapni, élményszerű módszerekkel, és hogyha és az sem probléma, hogyha a diákok különböző előképzettséggel érkeznek, hiszen minden foglalkozáson történik egy egy állapot felmérés, egy, kapnak a diákok egy bevezető tájékoztatót arról, hogy mi fogott történni, hogy mihez általában valamilyen hétköznapi példához kötjük ezeket, és nyilván a foglalkozások így önmagukban is élvezhetőek, tehát arra törekszünk, hogy abból meg is tudjanak érteni valamit. Tehát nyilván elméleti bevezető után kezdenek hozzá a kísérletezéshez, a gyakorlati foglalkozásokhoz. Mi a távoli célja ennek a projektnek? Nyilván a távoli cél az az lenne, hogy hogy növekedjen a felsújításba bekerülő olyan diákok száma, akik természettudományos szakokon tanulnak tovább, és ezzel párhuzamosan majd nyilván az olyan szakmát választók száma, amikhez ilyen végzettség szükséges, tehát ezen a távlati cél. De ez a projekt, ez konkrétan hogyan fog tovább élni? Hát a, mi most csak a támogatás időszakig látunk, hogy addig, eh, hogy él tovább, eh, ami jövő év novemberével zárul, azt követően pedig már egyébként folyamatban vannak a tervek eh, arra nézve, hogy hogyan tudjuk tovább működtetni ezt a városban. És hát most erről bővebbet még nem tudok mondani, de, de reményeink szerint ez nyilván nem fog megállni azzal, hogyha végig a támogatási időszak, mert akkor törekszünk arra, hogy más megoldásokat keressünk. Valamilyen módon hasznosítsák így azt, van, amit itt létrehoztak. Így van, és nyilván próbáljuk a cégek bevonásával, forrásokat, források keresésével fenntartani ezt a működő rendszert. Doktor János István, köszönjük, hogy rendelkezésünkre Én is köszönöm este. szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.